Orgona hangjaira vonultak be a vasárnapi istentisztelet elején Szatmár csekén. Arra emlékeztek, hogy Kölcsey Ferenc, a település szülötte, éppen 199 évvel ezelőtt 1823. január 22-én fejezte be a himnuszt. Tiba Zsolt református lelkész arról beszélt, hogy Kölcsey koporsóján is az a kérés állt, hogy ne felejtsék el őt soha. Kölcseit túlságosan hamar eltemették halála után. Alig voltak a temetésnél. És ugye visszanézzük a képeket, mondjuk Kossuth Lajos temetésével kapcsolatban látjuk, hogy Nemzeti Múzeum lépcsőire egy tűt nem lehetett leejteni, ami koszorú volt. Kölcseinél sokkal szerényebb volt ez a búcsúztatás. Legközelebbi barátai sem tudtak eljönni. És amikor vitték ezt a nagyon egyszerű koporsót, két mondat volt ráírva. Az egyik oldalára az volt írva, hogy béke poraira. És a másik mondat, ez nagyon megdöbbentő, mert azt volt ráírva a másik oldalára, amikor nagyon egyszerű koporsónak, hogy el ne felejtsen. És mi most azért jöttünk, mert mi nem tudnánk elfelejteni. Mi nem tehetjük, ahogy a latin mondja, non possumus. Mi nem tehetjük. És amikor évről évre, már az elmúlt esztendőben, nem ilyen nagy nyilvánosságban, de mégis megkoszoroztuk az ő síremlékét, akkor nagyon jól tudjuk azt, hogy ebben a csöndes, csekélyi magányban megszületett egy olyan imádság, amelyből mi azóta is élünk, amely ma is el fog hangozni, amely nélkül nem tudunk élni, mert ez adja a gerincünket, ez adja a tartásunkat, ez adja a szívünket, ez adja a lelkünket. Az istentiszteleten részt vett és felszólalt Tilki Attila térség országgyűlési képviselője. A politikus bejelentette, azt kezdeményezi, hogy 2023 legyen a himnusz emlékéve. Szerintem ez az alkalom az egyik legalkalmasabb arra, hogy 1823. január 22-én de Kölcsey megírta a nemzeti imádságunkat, és jövőre lesz 200 éves évfordulója. Tehát én arra kérném a koszorozás után az itt jelenlévő településeket képviselő polgármestereket, alpolgármestereket és képviselőtestületi tagokat, természetesen a Szatmárcsekei képviselőtestületből mindenkit, és nagy tiszteletúrat, valamint a megyei közgyűlés jelenlévő alelnökeit, hogy a koszorozás után fáradjunk át a polgármesteri hivatalba, és írjuk alá azt a dokumentumot, amiben azt kérjük a magyar kormánytól, hogy a következő évet a himnusz emlékévének nyilvánítsa. Bércre hág és völgybe száll. Bús kétség mellette. Az istentiszteleten művészek idézték fel a himnuszt. A kezdeményezést pedig eljuttatják a magyar kormányhoz annak érdekében, hogy hivatalosan is a Nemzeti Imádság emlékéve legyen 2023.